Szeretettel köszöntünk minden kedves testvérünket, az Úr áldása legyen ezen a mostani együttlétünkön. A Szentlélek munkájáért imádkozunk, hogy jelentse ki az igét, és a szívünkben végezze el a munkáját. Az előzőekben Péter első levelét kezdtük olvasni, elolvastuk az első részt, aztán elkezdtük a második részt olvasni, beszélgetni, most szintén folytatjuk. A Péter első levele második rész, 13. versétől egy néhány verset olvasok fel. Engedelmeskedjetek minden emberi rendelésnek az Úrért, akár a királynak, mint a legfőbb hatalomnak, akár a helytartóknak, mint akiket ő küld a gonosztevők megbüntetésére és a jót cselekvők megdicsérésére. Mert Isten akarata az, hogy jó cselekedve némítsátok el az értelmetlen emberek tudatlanságát. És még olvasok egy verszakot, a 17. verszak, mindenkinek adjátok meg a tiszteletet, a testvéreket szeressétek, az Istent féljétek, a királyt tiszteljétek. Hát ezeket az igéket vesszük most elő. Péter apostol a levelében a megszentelődést hangsúlyozza, és ilyen vonatkozásban is hangsúlyozza a megszentelődést, hogy a földi uralkodók iránt is mutassunk megfelelő magatartást. Ma olyan világban élünk, hogy az emberek eléggé sírten bántóan beszélnek a különböző hatalommal felruházott emberekről, államférfiakról. De egy keresztény ember nem teheti azt, hogy szidja, rosszakat mondjon a világi vezetőkről. Mindenkit Isten fog megítélni, ezért mi egyet tehetünk, ugye, hogy imádkozzunk az ország vezetőiért, és hogy hisszük, hogy az Úr meg is áldja ezeket a kéréseket. Itt Péter apostol először is az engedelmességről beszél minden emberi rendnek, az Úrért, királynak, legfőbb hatalomnak. Az engedelmességről volna jó, hogyha egy kicsit elgondolkoznánk. Nem emberi példákat keresünk az engedelmességben. Ez nagyon-nagyon fontos, hogy megértsük, hogy nekünk csak egyetlen egy példaképünk lehet az engedelmességben, ez az Úr Jézus Krisztus, aki engedelmes volt, mint halálig. Jézus Krisztus alázatosan viselkedett az ország elöljárói vezetőivel szemben is. És hogy mi is ez az engedelmesség, ezt világosan megértjük, hogy nem behódolás. Nem behódolás az engedelmesség az agresszornak, hanem elfogadjuk azokat a rendeléseket, rendeleteket, amelyek a társadalom javát szolgálják. Van egy fiatalember ismerősem, aki rendőr lett egy vidéki kis faluban,
és hát ő civil ruhában közlekedett valahol, és épp piros lámpa volt, hát úgy gondolta, hogy ő a rendőr fiú, úgyse szólhat senki, átment a piroson. És utána mentek, nem vette észre, rendőrök voltak, rendőrtársak voltak, akik azt mondták, na kis barátom, hát hogy is vannak ezek a dolgok. Szóval ezek olyan alapvető dolgok, hogy vagy engedelmeskedünk, ha piros lámpa van, megállunk. Ha pedig nem, hát az életünkkel fizetünk. Tehát itt, amikor Péter apostol engedelmességről beszél, akkor nem egy ilyen lanymeleg viselkedésről, behódolásról beszél, hanem hogy megfelelő legyen ez a viselkedés. Van, aki félelemből engedelmeskedik, megalkuvásból engedelmeskedik. Ez nem a keresztény embernek a magatartása. Amikor az első keresztények nagy tűzzel szolgáltak Rómában, ugye, ahol nagyon nagy keresztény ellenesség volt, akkor a keresztényekkel szembe fordultak a világi hatóság, száműztek sok keresztényt, például János apostolt a Patmos szigetre száműzték, hogy majd ott meghal, vagy ha megtudták valakiről, hogy keresztény, akkor próbára tették, na imádd a császár, mutasd be áldozatot a császárnak. És hogyha valaki félelemből azt mondta, hogy hát igen, az életemet meg akarom még menteni, még szeretnék élni, akkor bemutatta az áldozatot, de megszakadt az Úrral való kapcsolata. Akik pedig tökéletesen az Úrnak adták az életüket, nem alkottak meg. Nem mutattak be a császárnak áldozatot, hanem azt, amit Jézus mondott, hogy adjátok meg a császárnak, ami a császáré, és Istennek, ami isteni. Istent imádjuk, de a császárt nem imádjuk. A császárnak mindabban engedelmeskedtek a keresztények, ami az együttélés szabályait erősítette. Az engedelmességgel kapcsolatban az jutott eszembe, hogy ez nem véletlen, hogy itt Péter azt mondja, hogy az emberi rendeléseknek az Úrért. Ha valaki nem tud embereknek engedelmeskedni, akiket lát, vagy engedni, vagy betartani a törvényt, ugye, mert az engedelmesség ezt is jelenti, mert hogy Isten gyermek, akkor hogy tudna Istennek engedelmeskedni, akit nem lát? Nagyon fontos dolog, hogy az engedelmesség lelkülete bennünk legyen, hiszen ez egy krisztusi lelkület. Krisztus az Atyának mindenbe engedelmeskedett, és mindent az akarata is tudta szerint cselekedett, míg a gonosz föllázott Isten ellen. És engedetlenségben volt, és elhagyta a mennyei birodalmat, mert az engedetlenek nem öröklik Isten országát. Nagyon szerettem gyermekkoromban ezt az igét, hogy jobb az engedelmesség a véres áldozatnál. Az engedelmes gyermek nagyon sok örömet szerez a szüleinek, és az engedelmes gyermekkel nagyon könnyű bánni, és sokra lehet tanítani, míg az engedetlen a maga feje öntörvénye szerint él, és ezért minden jóról lemarad. Az én szüleim nagyon kedves emberek voltak, de az édesapám nagyon törvénytisztelő volt, és bennünket is erre tanított. Már 3 éves koromban azt mondta, hogy első szóra kell engedelmeskedni.
És elmagyarázta, hogy ha én tudom, hogy te egy engedelmes kislány vagy, és elsőszorra megteszed azt, amire kérlek, akkor bízni fogok benned, és akkor te is bízol bennem, és nagyon sok örömünk lesz, és boldogságunk. Nagyon hálás vagyok az Úrnak azért, hogy ilyen szüleim voltak, akik megtanítottak arra, hogy ne engedjem el a fülem mellett azt, amit meg kéne hallanom, amit meg kéne tennem. Vannak olyan emberek, és aztán gyerekek és felnőtt emberek érnek, akik nem ismerik azt, hogy a másiknak engedni, nem ismerik, hogy a törvénynek engedelmeskedni, nem ismerik azt, hogy első szóra megtenni, hiszen az örömet jelent. Itt az előbb Sándor mondta a római császárt, akit istenként imádtak, de azért Izrael népének tudomásul kellett azt venni, hogy a császár az nem Isten, de hogy Isten akarata szerint uralkodik, és hogy Istentől kapta a hatalmat, hogy Izrael népének is alázattal engedelmeskedni kellett a császári parancsoknak. És ha mi azt szeretnénk, hogy az életünkben meglássák az Úr Jézus Krisztust, akkor példamutatóan kell élnünk ebben a világban, akár a munkahelyünkön, a főnökeinkkel szembe betartani azokat a szabályokat, amikre kérnek, elvégezni azt, ami a munkaszerződésünkben benne van. Nagyon sok ember állandóan lázadozik. Mindig egy olyan rossz lelkület van körülötte, hol a főnököt szidja, hol a rendszert szidja, hol a munkatársakat szidja, soha nincs meg a megelégedettség. Ha az ember első szóra elfogadja és tud engedelmeskedni a törvényeknek, az emberi rendeléseknek, ahogy itt az ige mondja, akkor szeretnek vele együtt dolgozni, az emberek jól érzik magukat, és szívesen segítenek, illetve fogadják el a segítségünket. Szóval jobb az engedelmesség, mint a foggal körömmel összeszorított ellenállás és állandó pufogtatás, vagy mint a képmutatás, hogy úgy csinálok, mintha engedelmes lennék, de ahol lehet, ott a szabályokat átlépem. Csodálatos dolog, hogy az engedelmesség mindig feltételezi a szeretetet és az elfogadást. Isten igéjének is úgy tudok engedelmeskedni, ha szeretem magát, az Urat, és elfogadom az ő törvényeit. Második rész, tehát Péter apostol első levele, második rész, 15. verse következik. Mert Isten akarat az, hogy jó cselekedve némítsátok el az értelmetlen emberek tudatlanságát. Itt az apostol hangsúlyozza, hogy az Isten akaratára oda kell figyelnünk, hogy bármilyen konfliktus helyzetbe kerülünk is, hogy fontos, hogy az ember az Úrra figyeljen. És hogy mindennapos életben vannak összeütközések, akár a munkahelyen, akár a családban. Tudják rólunk, hogy hívők vagyunk, hogy keresztények vagyunk, és hogy Isten azt akarja, hogy a mi életünket a jó cselekedete jellemezze, a jó cselekvésről legyünk ismertek, és hogy ezekben az összeütközésekben, ami a mindennapokban történik,
az egyik félből az indulatot váltja ki, és hogyha a másik is rázendít, akkor nem lesz vége. Mit gondoltok, hogy lett volna-e megváltás akkor, hogyha Jézus Krisztus összeáll perlekedni, mikor fölment a Golgotára a főpapokkal, meg összeállt volna ott kiabálnia a gúnyolódókkal. Nem, a megváltás az csendben ment végbe, és hogy biztosan, hogy voltak ott is, akik elnémultak, a gúnyolódók, hogy elhallgattak, látva az Úrnak a szentségét és győzelmét. Tehát, hogy úgy élni, hogy ezeket az embereket, akik rossz indulatúak, mindig kellemetlenséget okoznak, akár a családba, akár a gyülekezetbe, bárhol, hogy nem az a dolgunk, hogy ordítsunk egymásra, hogy megvédjük magunkat a kiabálásokkal és verekedéssel, hanem hogy az Úr akaratát keressük. A hívember egy ilyen kritikus helyzetben is fontos, hogy az Úr eligazítsa őt. Tehát a hív élet Krisztushoz kötött élet, a szeretet a Jézus Krisztushoz köt minket, és Jézus sohasem buzdított bennünket arra, hogy támadjunk. Egyetlen egy alkalommal is. Amikor Péter előrántotta a fegyvert, akkor is leállította. Nem engedte meg Jézus, hogy támadjanak. Mivel meg is van ugye írva a Bibliában, hogy enyém a bosszúállás, mondja Isten. Hogy hagyjuk az Úrra az ítéletet. Tehát Isten, tehát egy ilyen egyoldalú, ugye fogyottá akar bennünket formálni, hogy hagyjuk, hogy pofozzanak, belénk rúgjanak, és hogy szenvedjünk. Az Úr győzelemre akar vinni bennünket a szenvedések között. Ott mutatkozik meg, hogy milyen emberek vagyunk, amikor megaláznak bennünket, amikor bántanak bennünket. Akinek hús szíve van, az egészen másképpen reagál a külső támadásokra, mint akinek a szívében nem lakozik ott az Úr. Igen, itt a 15. versben olvastuk, hogy Isten akarata, hogy jó cselekedvén elnémítsuk az emberek tudatlanságát. Azon gondolkoztam, ahogy itt Jézusról beszéltél a kereszten, hogy mi lett volna, ha Jézus azt teszi, amire az emberek buzdítják, hogy ha Isten fia vagy, szállj le a keresztről, akkor nem lett volna megváltás, nem lett volna szabadulás, nem lett volna üdvösség. Isten akarata volt, hogy Jézus áldozatul adja magát a kereszten, és hogy jót cselekedjen. Ez volt a legnagyobb jótétemény, az Isten legnagyobb jótéteménye, hogy Jézus adta, mert úgy szerette ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Nagyon komolyan el kell gondolkodni, hogy nekünk nem emberek akaratára, indulatára kell cselekednünk, hanem Isten akarata szerint tenni a jót, hogy elnémítsuk az embereket, a balgatagokat, a tudatlanokat, hogy megismerjék Isten igazi, csodálatos akaratát, mert az Úr akarata, hogy minden ember eljusson az üdvösségre, és hogy ezt úgy látják meg a tudatlan emberek, ha látják a jó cselekedeteket. Most ugye ebben a nagyon nehéz háborús helyzetben, amikor rengeteg sok a menekült, hogy mennyire
Csodálatos dolog, hogy az emberekből előjön a jó, hogy megosszák az otthonukat, megosszák a kenyerüket, hogy tudnak adni, hogy tudnak befogadni, és hogy mennyire el lehet ebben is némítani mindazokat, akik olyan nagyon sok rosszat mondanak, akár a magyar népről is, az itt lévő dolgokról is. Ha az ember jót cselekszik Isten dicsőségére és az emberek javára, akkor van értelmes élete. Hát mi igyekezzünk, ugye, mint hívő keresztjének, hogy a Péter gondolatait megszívleljük, és hogy az embereket is tiszteljük. Írjatok nekünk, mindig örömmel olvassuk a soraitokat, és áldást kívánunk mindazokra, akik keresik ezt a testvéri kapcsolatot.